Sziasztok mindenkinek! Szép vasárnapot! Cső! Szia! De mondtam, szóljál, hogyha... Jó van, mi van? Hát semmi. Nem nézek most ki jól. Aztán így a hajam az nagyon sürgősen mosásra szorul, mert tegnap olyan sok hajlakot tettem rá. Hogy? Hogy az valami borzacskó. Na és hogy sikerült a tegnapi papa bulija? Nagyon jó, jól sikeredett gyerekek. Én nem nagyon sokat ittam, mert hát én voltam a... Mi voltunk ugye a házigazdák, aztán nem illik. De gyerekek, hát olyan másnapos vagyok. Hát pedig alig ittál valami. Az a hülye izé, amúgy tudom mi lesz ez amúgy. A fütyülős, mindig fáj a gyomrom tőle. Tudod, még pancsolt szar. Pedig volt egy csomó nagyon komoly fajta pálinka. Tényleg minden. De hát én mindig megtalálom a fütyülőst. Hát igen. Ja. Úgyhogy, ja. Ha mindegy, de nagyon jól sikerült, a papi meg is hatoldott. Igen, szóval innen is nagyon szépen köszönjük nektek, gyerekek. Nagyon-nagyon köszönjük a sok jó kívánságokat a papának. Biztos. Nagyon sokan felköszöntöttétek, úgyhogy puszi nektek, fajnak vagytok. Igen, igen. A Facebookon indítottam egy ilyen köszöntős videót, de nem sokáig tartott. Aki szeretné, az nézze meg. Ó, de nem jó a hajam. Na, de hova készülünk most? Hát most megyünk Szentkótra. Megyünk anyujékhoz. Úgyhogy, ja. Tegnap nem tudtak eljönni, mert anyukám az most házfelújításban van, ma is a konyhát meszelte, festette. Tapétázik, ilyen. Úgyhogy... Úgyhogy gyerekekkel megyünk jobbágyira, benézünk, egy kicsit mi a és helyzet. Mátra Verebélybe megyünk. Mátra Verebély kötője Szentkót. Úgyhogy gyerekek, tartsatok velünk, várjuk a Marikát. Na, de még fogat mosok? Ez itt maradsz? Jó, de menzem. Mondjad. Semmi, akkor beszéljél. Ja, semmi. Jaj, gyerekek, a gyomromra meghalok, hát. Mit csináljak? Hát, én azt mondom, hogy ilyenkor azt mondják, hogy igyál meg egy sör. Jaj, nem bírok. Egy jó hideg sör. Nem. És állítólag az helyre fogja hozni neked a gyomrodat, vagy még azt mondják, hogy a jó leves. Tehát nem tudom, hogy ki főzött levest, ki nem. Nem megyünk be pásztorra enni egy giroszt. Girosztál van? Hát mit bánom, hogy bemeltünk. Úgyhogy gyerekekkel megvárjuk a Marikát. És akkor elindulunk, úgyhogy tartsatok velünk a mai nap. Nem tudom még hol megyünk, hol kötünk ki. De majd lesz valami, gyerekek. De garantált a minőség. Szokásos hozzuk a jó minőséget, jó minőségű videókat, úgyhogy tartsatok velünk, gyerekek. Ja, gyerekek, na. És meg szeretném azt is köszönni, hogy ilyen sokan iratkoztak fel a csatornánkra. Nagyon sok új nézőnk van, hála jó Istenkének. Üdvözöljük az új nézőket a régiekkel együtt, hogy mindenkit üdvözlünk. Én azt mondom, aki most csatlakozott, hogy nézze meg a régebbi videókat is, nézzétek vissza. Szoszi van. Jó van, nem szaporítsuk tovább a szót. Szerintem megvárjuk Marikát, és akkor induljunk. A gyerekek, elindultunk, már nem soká ott leszünk, itt a bátyja. Sziasztok! Hát még nem, már 60-nál leszünk mindjárt. Van kis túl a reggel. Nagyon fasza. Hát cső, Mari! Legyen szerencsés a kis túl a reggel. Legyen. Na, úgyhogy nem soká odaérünk, amúgy mindent veszünk, tervezünk bemenni enni pásztorra giroszt, mert ott tényleg nagyon finom. Ott legalább vehető. Vadászati múzeum 6. Vadászati múzeum 6 van már. Voltál már? Nem. Jó, hogy
felhős az ég. Amúgy szép idő van. Nagyon jó idő. Na, úgyhogy jövünk vissza. Be is értünk. Ó, de jó ez az alma, ezt meg lehet így most enni? Ez bőrsalma, de milyen jó illata van. Hogy ezt várjál, kóstolom. Ezt így nem lehet enni. Miért ne lehetne? Így. Ija! Elvitték oda, hogy nem érzik. Tudom. De jó. Cső, Rolika. Mit akarsz mutatni? Megnézzük a disznyókat. Azt a... Hát hogy lehet ennyire? Igen. Vigyel, látod? Kitörik a fogad? Nem kell, köszi. Ó, de jó. Ez mi volt? Miben? Na. Így, gyere neki. Gyere, kecel, gyere. Kucka. Elszülök. Vannak. Gyere, ebédidő! Gyere, kucuka! Ki kéne ezeket már tisztítani, nem? Jó, jó nas hallod! Azt a mindenit! Mióta láttam! Kucuka. És a másik hol van? Ott van, nagyon is. Megeszi az almát? Tata, izé, hazajön az utána pucolja. Miért nem pucolod ki, Rolika? Hát, én nem akarom. Kérem szépen. Hát kérem szépen, ezek nagyon... Nagyok. A másik miért nem gyűn ki? Ez ilyen kettőt van. Gyere, kucuka! Az vett lakó. Sőt, de büdös. Nagyon. Hozzá a mágyal már, Keti. Hagyja én te másikit. Jön már, nem? De az fekete, nem? Uh-huh. Azért nem lehet őt annyira látni. Jó nagy, hát ez hány kilós lehet? Gyerekek, tippeljétek meg. Úgy vegyetek. Helyes megfejtő, hogy közül kap egy kis bőrt, amikor le lesz vágó. Postai úton. De ezt lehet neki ad? Mit van? Mi? Mutasd már magad. Kucuka. Kucuka, gyere. Várjál, vödröt kell neki. Nem, hogy azt elvisz. Nehogy rám izéd már azt a moslékot. Húj, jaj, a seggem, orány. Eszelem majd belőle? Ja. Akkor lehet megelezni, hogy bedobálják a dalt. Ja, lehet, nem Annyi. Is szabad neki adni. Ott van a fekete. Aha. Ez kisebb, mi? Sokkal. Nem olyan kicsi, de... Nem, Zoli, nézd már ez is milyen. Jó van. Megnőtt ez is. Azt, milyen pici volt. Most remélem, nem kosztítok rá a bésalmával. Mi? Nem. Milyen jó fogai van, hogy meg tud gyenni. Hát én már mióta el? Kicsit rohadtós. Jó a gyomromra. Ott a tápos. Mit tesz neki? Zsnókápot. Kenyér. Kenyér, táp, minden. Nem ágai. Ha mutatkozzál be. Hát ismerik őt. Rolika. Nem akarok. Keti. Ő szokta kitakarítani a... Itt a izi ólát. Ezt a fát is, miért nem vágtad már össze? Voltak itt fűrészgépek. Ez a Amandáinak a házuk is van a gyerekeknek. Milyen házuk? Ott trágy. Igen, én is csináltam ilyen bunkert egy adag kakival. Mit csináltál? Ilyen, ilyeneket. Én is ilyen. Mrs. Internet. Ezt a Zolinak tartogattuk. De ezt miért tartogassátok? Ez a legjobb. Majd ézé világokra rá kell tenni. Szerény hajlékú Ketiéknek. Ülj le. Nem mondanak. Főzött. Ez a hajlékotok, Keti? Nem is ennyi. Hát Jolika. Gyere, főzök csak ezt. Törődhetnél a körülmények között, mert ez az ágy is. Napozó ágy. Nézzétek meg a napozó ágy. Ha ilyen bukni volna, már az emlően lenne. De jó. Ez ilyen új dizájn, nem? Aha, az a konyha szekrényük. Így lehet felhúzni. És mire alszatok? Hát, itt a másik, Amanda. Betűn alszanak fel. Abba szokott bemenni és abba aludni. De ott is van bent egy kis bunkára.
Ha viszont szép a szőnyegesek. Ja. Nagyon. Ott van Bencezi ágyuk. Attila, itt a régi porszívó. Még porszívójuk is van. Ott a szenen alszanak a Bence. Azt az anyja megkeresi a seprűt, az te hol van? Az ott van úgy. Ja? A Philip Szizi porszívó van. Hát jelent. Köszönjük, hogy... Néha azért takaríthatnál. Ez hát nem igen. Nem adáljam, hát köszönjük a vendéglátást, köszönöm az almát. Köszönjük, hogy megmutattátok a gyerekeiteket is. Amán, hányom lenne már? Nem jelen. Hát ez a szoba is. És ez a szoba, ez mi lenne? De mellé szobája. Itt van a fa. Ja, itt fa van, mi? Ez a Rolinak a papucsa. Kim van az is? Na, mutasd. Ez... Ne, ez a tuti. Ja, jó nagy. Nem, ez nem akkora, mint ez azért. Nincs akkora. De ez beteg volt, azért fagyott le. Ez viszont biztos több húsa van. Milyen nem? Nagy füle van? Nem, ennek. Ez az zsírosabb, tuti. Tud, ó, az a tokája. Tagaszolaj ne legyen. Ámire ez a bírság van. Jó. Na, kucka! Zoli, szólt anyja, hogy annyinak szólt a macibál. Hogy? Ja. Hogy miért nem fel? Zoli, a Én nem. De hogy nem, te voltál. És ez itt, ez a konyhátok? Igen, nem. Ezt oldalt, meg azt a tetával bontjuk le. Ezt bontsátok le? Hazudi. És mi lesz itt a helyén? Semmi. Kettőnek kutyó. Na, a Zolinak van egy kutyó lesz. Most a kette abba esik a Daginak a házába. Jó nagy. Amúgy ezt tudod, hogy finom ez a birsalma? Megsütve a sütőbe. Meg ebből kompót, nem? Azt csinálnak belőle kompótot. Ez is finom. Szép, gyönyörű. Olyan, mint a kette. Meg rengeteg van rajta. Ez már évtizedek óta itt van. Vigyél, hát a magad nem zavarítanak. Cső, szürmös! Úgy is van az ennek, hogy vigyél van. Mi a helyzet? Mit főztél? Mit? Mi a szürmike? Mit főztél? Rakott keltet. Rakott keltet, az finom. Ügyes vagy. Anyunak a járgánya itt van, megmutatom. Kérd csak el a kulcsot, mondjad, adja már ide a motornak a kulcsát én. Rallinak nem fogok. De mit akarsz? Nem ennyi. De megyek, hagyjál már. Jaj, jaj. Le van merülve szerintem. Anyu! Ad elmegy a kablakba. Ezzel jártam a faluba. Milyen jó lett volna. Anyu! Mindjárt adja! Milyen jó lett volna, akkoriban lett volna ilyen, amikor itthon laktál, mi? Volt anyunak, miért mondod? De az benzines volt. A kiské. De azzal el is estél. Aha, tudom, beestem. Megmutatom, melyik árok beestem be. A kis kék az komoly volt. De az benzines amúgy, volt, nem? Milyen nehéz az a motor, Zoli, amúgy. Nehéz? Nehéz. Kihúzom, te vigasz, tegyek fel. Hozzad már kulcsot. Hozza a kettőt, csak a mama kereti. Jó, toljál csak, Rolika. Ne, hogy toljad már, ne legyél már hülye. Kéne neked hozzá hangmodulátor. Ezt bekapcsolnám V8 hangot. Zoli, az Mercedes. Várjál, menjél már. Erős na, hátra kell, talassz csak. Ha mi, ott menjél ki. Nem, mit csinálsz? A kocsitól. Hozzád! Zina, ha megengeded, menjek tele. Biztos, hogy nem, mert anyu lepofoz. Nem, nekem megengedi. Aha! Engem már félsz, ha úgy gondolom. Jó nagy kocsi amúgy. Ja. Hé, Zoli, ezt nem tudod neki kézénie? Mi? Jaj, de megy! Húzas ki itt az egyenesbe, mennyit megy? Nem mer vele menni, nem is tud. Mátyi, vigyá. Húzzad neki. Szia, Mercike. Vegyél, ti nem így. Leghátulra mész. Így. Na fordulj meg és húzd meg neki. Egyed neki. Vigyázzatok. De jó Istenem! Zoli, vigyél már a kocsiba. Kérd el a Maritó, hát a Marié nem az enyém. A Izsi Béla-nak a fia vette meg 5 millió 2-t. Mert is.
Ez 500. Na neki a jó akkor. 5 millió kettőnek. Legyen neki szerencsés. Ez jobb szerintem. Na, hallod, van az kocsi, zöld, bejönjük. Hát megyünk. Nem az enyém. Én csak sofőr vagyok. Csak visszajövök. Na, akkor én most de úgyis visszük le a krumplit, úgyhogy nyugdíj. Most én vagyok a főnök, na. Te vagy? Én. Te vagy a Mari? Na, gyere, viszle! Ki ilyen biztos, hogy nem? Gyere már! Hagyjál már, hogy nem ülök. Viszlek, biztos, hogy nem. Nem, köszi. Nem. Na, mennyit megy? Nem tudod, mert itt be van izéve szegénynek. Úristen. Na, gyere, Roli. Utána viszem a Ketit, utána meg a... Na, 500 forint. Egyedül akarok. Akkor meg. Van 500-asod? Van egyszer... Sziasztok! Zoli, mi van? Mi van fekete? Mi a kövendő? Na, sziasztok! Itt is vagyunk. Elindultunk. Sőt, na, hova viszel minket? Most hova megyünk? Uh-huh. Megyünk pásztorra enni egy giroszt. Igen. Aztán meg elmegyünk a Szentkótra. Kicsit szétnézünk, jó idő van. Hát, a Veremély Szentkút. Most egy, aha. Úgyhogy ennyi, gyerekek. És ne haragudjatok, nem bírok annyira... Koncentrálni. Igen. Mert most próbálok egy autót. Na és? A Marinak a autóját próbál. Hát, gyerekek, hogy tetszik a Touareg? Tetszik, tetszik. Hogy a végén nehogy... Mit nehogy? Ilyenem legyen. Tényleg tetszik. Maga az is, hogy automata. Ugyan ilyen könnyű vezet. Nagyon rutinos vezető vagyok egyébként már. Ja, meg hogy magas, nem? De jó a feeling amúgy. Ott van fönt a kilátó. Itt a fülüde? Benti. Sárga, ugye? De. Mindegy, mind a kettő kimegy itt. Kicsit megnyomhatom neki. Megérkeztünk Mátorövéből. És erre kell, ugye? Felfelé. Mari szülőfalúja. Majd meglátogassuk a rokonjait is. Van nekit, neki bőven. Tű! Ne is mondd. Mi? Mari elmondta, hogy szép országba született, szép faluba. Neked is a rokonai, nem csak a Mari. Ha jó van, de Marinak több van. Ugye Jampi is ide valósi. Cső Jampi. Sziasztok. Mikor jön ki már lemezett, tesóm? Hát még egy-két hét. Még kiadót keres. Tudok neki kiadni. Nem, hanem képzeljétek, Károd letiltották a TikTokomat. Újat kellett csinálni. Láttam. Bejelentették, mi biztos. Ja. Úgyhogy most már... Szép helyen vagyok. Kassantina, hogy dimbes, dombos hely. Milyen szép. 40-nel megy egy drágám. Amúgy szép ez a Mátra Verebély amúgy, nagyon. Tényleg. De szép sütemény. Kis van. Megint van. Ennek ilyen szép. Mennyi napellen van itt? Kányás.
gyászfalu volt, nem? De ide költözött, nem? Aki itt lakhat, az gyalogol. Mennyit kell a faluig gyalogolni, hallod? Mert csak akkor itt helyi járat, nem? Mondjuk igen, itt nézd, itt vannak a busz megálló. Elég jó ez a kányás, nem? Jó út van. Itt csak kullancsok van. Kányás? Betonüzemkányás. Na, itt is vagyunk, megérkeztünk ismét ide. Ne, ezekkel akarjál jól lakni. De én szeretem a karaknézet. De, nem. Majd megyünk enni, és akkor veszel. Éhes. De ez az, hogy éhségre ne ezt tegyed, ne. Ezt a kicsit. Ezt megváltam. Ez mit csoda? Török méz, olyan finom. Én akarom ezt a kicsit. Ú, ez nagyon kemény. Nem baj, nagyon finom. Megnézzük, mennyi van ráírva, jó kicsit? Rá van mindegyik, de van egy köszönöm. Jó. Ez 840. Jó. Jó. Ezek mi? Micsoda? Puszedlék. 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 És az mi? Ez nagyon finom. De mi az? Melyiket? Ezt mondja? Ez. Ez nagyon finom, ilyen kassai török méz, ilyen puha, krémes. Méz? Török méz, kassai, finom, édes, ízesség. Jó, csak azt kérem szépen. Jó, 840 lesz szívesen. Mónika, mennek? Itt is van. Ugye 300 vagy, ez a picika kis rózsa tüzem. Jampi, mit veszel? Igaz is, ott van otthon egy vadi jó itt, amit itt vettünk. Mi? Ilyen lánc. Olyan. Kóstold meg, kóstold meg! Jampi? De jó. Megkóstolom. Harapjál nekem egy picit? Egy puha? Harapja be. De jó. Ez full cukor, vagy ez micsoda? Hú, de rossz. Összeragad. De... Mm, nagyon nem jó. De jó. Semmi íze, csak édes. Ó, Tina. Készségre ezt leszed. Uh-huh. Jön, nem jön? Ú, de... Gatyával teszi a zsofogakat, mi? Hát, hogy ne. Habosított kemény cukorka. Na. Cukor. Keményítő szerep, térfogat növelő. Persze, nagyobb legyen. Méz. Kis rákosról van. Mi van, Mari, nem jössz? Mari beült a kocsiba. Aztán. Nem jössz? Mi? Fáradt szegény. Másnapos. Amúgy én is az vagyok, nagyon. Mi eljött Pestről itt a volán busz? Most vajon. Hát itt már voltunk egy párszor, amúgy videó is lett már erről készítve. Kösz még.
Nem. Nehogy már megettin azt mindet, Léci. Na milyen? Na ne. Olyan jó. Egyszer oda másztunk fel a bal, remete barlangban. Ja, igaz? Hű. Két napig ki voltam. Ott van. Uh-huh. Ott voltunk fent. Nagyon rossz ez a valami. Nem. De ez hogy lehet? Na? Hogy? Amúgy én nem is szeretem a mézet, és ezt meg szeretem. Mert ez cukor. Ugye? Igen. Tömény, mi? Igen. Nem baj. Addig ehetek, még vannak fogaim. Ezt egy fogatlan meg se bírja enni. Hát, ha csak el nem szopogatja. Jó van, gyerekek, besétálunk a templomig, aztán onnan jövünk. Itt is vagyunk a templomba, gyerekek. Kis adó. Édesem, te is napjál be. Na ilyen gyertyát vigyi a templomba, te is. Hát igen, hogy megismertél engem, ilyen nagyok kéne meggyújtanod. Nem bánozzak. Mi? Mi baj az lesz? Hát igen. Hát azt mire lejég. Szerintem ez idén sem fog lejégni. Szerintem ez ilyen lesejég végig, nem? Tessék. Mi van? Gyógycsal te is, jó? És mindegy, hova rakod? Gyújtok a beteg gyerekekért is, hogy én mielőtt gyógyuljanak meg. A beteg gyerekekért és a beteg felnőttekért természetesen. Így csináld, nézd! Bele kell tennem, ilyen üres. Én abba tettem be. Itt a forrásvíz. Na.
volt így ennyi ebből, gyerekek, mert ahogy itt többször volt videó, csak mégis aki nem látta volna, annak így gyorsban megmutattuk. Úgyhogy megyünk vissza, és akkor tényleg megyünk most már pásztorra enni, mert éhesek vagyunk. Onnan jövünk, gyerekek. Eljöttünk pásztorra. Na, Marika, milyen? Tettem a finomabbat. Jaj, ennek semmi nem felel meg amúgy. Szóval itt vagyunk a bisztróba. Főtér bisztró. Csodás tál. Mindig itt teszünk. Jampi, várja. Jampi, mit teszel? Mari, már annyira éhes, hogy nem bír magával. Normális testvér megvárja a másik testvérét. Na igen, látod, én nem eszek addig, ha megvárlak. Hát még szép. Hogy mindenkinek jó étvágyat kívánunk. Na gyerekek, megérkeztünk. Mit csinálsz? Semmit. Legyek egy csapkodja. Én nem bírom elviselni. Itthon is laktam állandóan. Hú. Mondd már a nézőknek, mit vettél. Tyúkot. Majd mindjárt pucolom, bontom szétfele. Tértek hozzá? Kettőt vettem. Persze, majd mindjárt megmutatom. Csak for még a víz. Van tyúk, víz, for. Jó tyúkot, pörköltöket, húsokat főzök belőle, leveseket. Tehát egy gyere már nézve. Nagyon jó, megmutatom a tyúkokat. Na gyerekek, a Jampi mackot készít. Az mi? Be van vásárolva, lisztelnek, itt nézzétek meg a élelmesen minden. Na de ez mi Jampi? Mit tettél eddig bele? Mit tartalmazott? Hát ebben krumpli van lereszelve. Só, bors, ízesítő, terep paprika. Mi az? Fokhagyma. Ennyi. Összekevered, felforrósítod az olajat. És kisüt. Hm? És kisütöd. És itt a ízesítő van benne? Igen. Ez a specialitása. Ez a Jampi mackot süt videó. Készít rá is tiszteltet, készítsétek el. Egyébként van egy... Szeretem, hogy lehet vele rakni. Ez meg dobja ízé? Igen. Amúgy ezt tudtad, hogy krumplipürékbe is használják a szerecsendiót? Igen. Jó, megtanultál felőzni. Mit akartál közben mondani? Hogy nem soká gyerekek, vettünk 4 darab tyúkot, úgyhogy mindjárt pucolás van, fel is bontom nektek, úgyhogy nézzétek meg, hogy én hogy dolgozom fel a tyúkokat. Úgyhogy már Zsolti levágta a nyakiját. Állítólag van lesz benne tojás, az egyikből pörköltet fogok csinálni, tyúkpörköltet, tésztával, amit majd én fogok vágni, a másik pedig majd egy jó pustás. De az már csak a jövő titka, nem? Az már csak a jövő titka, majd berakom a fagyasztóba, jó le. Most intéztük a tyúkot. Vagyis a Jampi. Jampi baráti áron intéztük. Hét bögre, lisztán. Igen. Melinda. Melinda itt van, most fürdő. Műkörme van a Melindánknak. Nem mondod. Hát dehogy nem. Mutasd már meg. Az iskolába megy, azt műkörme. Hát igen. Majd mindjárt letörd. Mindjárt letörd, és Jampi, mutasd már meg. Nézzük. Mutasd már a nézőknek. Most mi? Szép. És abban te nem szoktál Jampi-sztagást tenni? Nem fog száraz az Jampi? Nem. Hát ő nem fog száraz lenni. Mert annyit enged a... Krumpli. Krumpli. Igen. Tojást azt nem használsz, ugye? Nem. Ez nem fasírozott. Hát, oké, hogy nem fasírozott, de én szoktam bele, jó? Ahány az mi nem olyan. Ez ettől olyan, mint egy Jampi. Ja, értem. És ezt hány éve készíted, mert mikor még én gyerek voltam, akkor is sütötte. Nem tudom, hány éves lehettem. Este 11-kor apu kiabált, ezek mindig este főznek. Na, úgy összenyomkodja. Na, már tényleg nem is olyan száraz. Rakjunk fel olajat, kolléga! Kollégina! Olajat! Az úrnak tegyen már fel egy adag olajat, hogy ki tudja sütni, és majd megkóstolom és pontozni fogom.
Szíve, szia, tesó! Szia! Mi van? Menjünk ma. Várja, még tyúkpucolás lesz. Na, itt vannak a tyúkok. Igen, meg be akartam menni. Azt hitted, bent pucoljuk? Adjad! Ja? Csak nézed, hány kiló? Lábát kérem. De másfél kilósak. Tina! Egy kilósak? Jó, lábát kérem. Kérem. Várjá, így. De ez nem lehet be. Várjá, Jutka. Hadd tegyem, állítom vizet. Jó, az, az jó. De a ruhákra játszátok. Ruháját. Na, tegyed. Hú, de büdös. Úgy ott van a piros ízi a bokára. Meglátom már milyen pucolaj csinálsz. Hű, de büdös. Csapdos meg, csapdos meg. Fordítsad úgy. Jó, rám jön a vé, biztos nem. Na, ó, azt hiszed, hogy én nem tudok pucolni. Mert úgy is kint. Hát, dobáljátok. Hát ez biztos, jöhettek. Kint hozzá a hiába Pesten lakik. Látja, szét is szedem, ha kell. Csapdos meg, Jutka, csapdos meg. Csapdos a gyász. Hallod, mire megfutolnak egyet, akkor kezdhetsz hozzá. Hozzá be egyet ide. Tegyél már neki, mert azt csinálom, majd most rád adom. Vagyok kíváncsi, hogy te milyen menőn pucolod. Igen, na? Jé, de büdös. Vigyázzon. Zsolti, vidd már a lányodat, pizsomába van, most fürdött, töltsi. Itt van a lányom. Na, oda nézzetek. Most fűrtem. Nem, köszi. Most nem kell, most pisztok. Fúj, fejbe légy. Itt be a lányom. És kézzel Jutka cigizni. Most fűrtem. Vegyél föl köntös. Na, a tata az ügyes. Jó, van, nem baj, az versenyezzük. Nem versenyezzük. Kipucolja meg hamarabb. Ha. Még lehet, akkor hozzunk még vagy tizet. És amilyen kicsik rajta maradnak, az azok a tök lász, majd leégessük, meg ilyenek. De majd milyen jó pörköltnek. Büdös. Én a legügyesebb, nézd meg a... Hát figyeljél már! A testje! Hát, na látom, most mondtál valami. Aha, tata, hol egy se? Hát évekig ezt pucoltuk, nem jó jár. Rutin meg az évek. Ennyi. Úgy, nem ezt tartom. Vizes a hajakon. Hogy? Jaj! Azt mondta, hogy dögöljön meg a csirke. Ha megvan csara. Szegények amúgy. Sajnálom őket, de hát. Viki, az arcomba csapdosod ember! Ezt még kell megcsapdosni. Ő tudja, ki találta ezt ki. Azt úgy nem lesz meleg. Nem, hát mindig úgy kell, hogy akkor ízé. Emlékszel rá, ilyen 50 darabokat pucoltunk? Tele volt a fagyasztó. Csillába. Nagyon. Na gyerekek, jó vlog lesz ez nektek, vajon? Hát... A tette mamiga kész van. Pucolnak tyúkot. Sokan, nagyon sokan. Mi szerinted? Nagyon sokan. Víz? Van itt mi? Van, aha. Itt van oldalt, oldalam. Hoztál? Na, hol tartotok? Na, Timma. A tata. Szép, ügyes vagy. Jaj, ezt se hittem volna, Raúl. Úristen. Azt hiszed, hogy én kis izé vagyok? Én mindig is pucoltam. Tapám járt a csirketelepre, csirkéké. Ezeket kell így szépen, ami benne maradt.
Ebben van belül tojás is, gondolom, ezek tojtak, nem? Van. Hát ez egy kitoj tyúkok, ez biztos. A 100%. És ebből sokkal finomabb a pörkölt? Persze. Hogy nem. Hát ha ennél öregebb a tyúk, annál finomabb. Leves is, pörkölt. Nem, hát hogy sokáig kell főzni. És akkor mi van? A disznóhús se fél óráig főzöd. Az is egy óra. Nagy máma lacom? Ó, nagyon. De apujé nagyon nagy. Hát jó, övijé nagyobb volt. Övijé mennyi is vette maga? Be tudom. 60-i, nem? Igen. Na, én meg 25-i. Te testvéred még azt mondta, hogy én vettem a... Tehát húzódjál be! Itt a legjobb vége! Hát most a Mari helyet pucolod amúgy! Akkor én pucoljam helyette? Oké. Fúj! Szia! Már most már pucold meg! Már jaj, pucoltam! Ó, de szép lett, Tina! Köszönöm! Most megpucolnák, vagy 20-at, esküszöm, annyira jó benne! Jó neked? Jó! Megpucolnák most, vagy 20-at. Nem veszünk még a putyókat? Csak püspök falatját megeszünk? Fúj, nem. A seggit, a senki nem eszi meg nálam. A püspök falatát. A seggit. De, tehát a legfinomabb te hülye. Tényleg? Ha. A seggit megeszed? Hagyjál már. Hát anyu mindig levágatta vele. Ez a legfinomabb te. Akkor egyél jó sokat belőle. Hogy főzi meg anyósom? Azt mondom, hogy nem is szak... Ja, hát anyósod nem főzi, de én meg főzöm. Ennyi? Jó, te de... mindenevő vagy amúgy, apuka. Szereted, Nácsi? Nem. Meg is vagy, Pini? Meg. Majd még le kell szőrölni. Tessék, Pipi. Ó, de szín. Mert a tokos itt a szárnyánál is. Meg most itt. Nézd, a tatáért, ja, így ki kell nyomkodni belőle. Na. Na jól van, akkor de? Jövünk a feldolgozással vissza. Bizony. Akkor itt is vagyunk. Ez mit, Tina? Mit csinálsz most? Most a szőrt leégetem a tyukról. Mennyi? De most volt kezel? Én megmostam ott. Csű, de büdös. Mikor a hajadat égeted, mi? Aha, ugyanolyan. Lába itt, ezt úgy szoktál, megégetik. Ezt miért égeted meg? De elég undorít ez a lába, nem? Mondom, hogy dob ki a lábát. Látni valamit? Akkor már nem megítom, de ők sokat nem, de hát most ebből nem mondom, csak kell itt látni, nem? Hát na, most akkor nincs sem más, ezzel mind a négyet így megcsinálod, nem? Igen, mind a négyet, és akkor utána ennyi. Fú, de kandesz, ma de. Már ez nem fog beszélgetni. Elnézést, ez 18-as ez a filmed, hát. Tyukos. Azt nem akartam, hogy a Zsolti hogy vágta el a fejét, mert egy kínzógép amúgy, de... Na már egyik kész van. Ide jöttetek, videszíteni a házamat. Hát amúgy tényleg igaza van amúgy. Hát ilyet otthon nem kapunk. Meg ennyi pénzé, gyerekek? Hát ennyi volt egy gyerek? 2000 forint, egy tyúk. Csak kérdez, hogy túl Zsolti, benne menjen a szobába. És ez jó ár, érted? Zoli, egy felet akartak adni 3000 valamennyi. Majdnem 4000-é. Na jó, van, akkor sütögesd le őket, és akkor jövünk vissza. Vagy ezt már így viszük haza, vagy de mi? Dehogy, meg... ha még ki kell bontani. Ha otthon bontsam ki? Meg ki kell mosni, vagy otthon már ki mossa. Hát otthon már ki, már az kimosás, ez már nem lényeg. Na jó, van, akkor sütögessed. Szerintem sütögessed. Na. Akkor jön az utolsó fázis. Csináljál már a kis élezzést. Hamad
bedobjuk a szartot. Ja, amúgy, ha bedobjuk a... Hol a vödör? Itt van, egy vödör, ezt mondod? Aha. Na gyerekek, mi úgy szoktunk, hogy itt a... bevágjuk. Így. Alul benyúsz ide. Megvágod. Felhúzod. Kiszedted a... Na, igen, tovább. Ilyen, ez a család. Fúj, te. Ez a szívecskép. Ja, itt a tojásaim. Ott a tojás? Uh-huh. Na, gyerekek. Nekem meg nincs benne. Létezik ilyen? Fú, jó nagy zuzája van, Viki. Az is kell. Kell. Na, itt a zuzája. Fú, ez nagyon durva like videó lesz. Már. Jó, az tojás tartó, az a legfinomabb. Ezt itt szépen levágom, hogy ne vágjam el ezt a zöldet, mert akkor keserű lesz minden. Ugye? És itt van benne a, hát ilyen baland kis, hát ez nem tudom milyen volt, ez tojás, de nem tudom, ebben nem fejlett ki ebbe a tyúkba a tojás. Ehe, nézd, mik ezek a tojások? Nem, ezt kidobom. Úristen! Azt meghagyom neki. Mi, amúgy tudod milyen sokan megeszik a, és én ezt itt a, ezt a részét. Püspökfalatot mi nem kérjük. Ez ennyi. És ennyi? Kész? Ennyi. Kicsit itt a szárnyrészt. Ha lennének jó kések ugye itt, akkor könnyebben menne. Jó malac, jó malac! De hogy jött ez ki? Kucuka! Zsolti, meg ne támadjon! Zsolti, menjél már, segítsd! Én nem megyek, megtámad! Ne szóljál! Ne zavarom, várjál, segítek neki! Ne, Tina, már megtámad! Dehogy! Hol van? Hol van, Zsolti? De hol van? Várjál, jöjj! Zsolti, gyere már, világíts! Várjál, Jampi! Várjatok, hagyjad, ne zavarjad őt! A másik bent. Itt van, de siess, mert kijön! Fogjad! Várjál, ide hozom a ízt! Nem mész innen! Várja, erről oldalról, én zavarom, Zsolti. Gyere, Keti! Várja! Hol van? Ott van hátul? Zoli, na? Itt csináld be! Várja, nincs is itt! De hogy jött ki? Hogy? Na, nincs benne a rak se! Melyik jött ki? A nagy! Jó, álljál oda, hogy ne menjen! Jaj! Jaj, mure! Álljál, Ketin, oda az a ízi, mert oda kimegy. Ez nem a Beli. Milyen szép kis kocsa. Öcsém, itt szaladgál. Közelítsél rá. Na, sötét van, nem látni. Hogy kiszögled? Már soha nem szökött ki még. Ez van. Maradjod, Zoli! Hozok egy vízit, várjál! Vízjál! Felrúgdasom!
Csöröcsövesen. Jó van, betereljük, gyerekek. Hát te semmit nem fogsz csinálni, fog bedobni. Világítok csak. Úgyhogy majd jövök. Kivettem, adattam a tojást. Te kész is vagy a kettővel? Én kész. Ja, egyébként a begyét akartam megmutatni, hogy én hogy szoktam kivágni. Én is onnan vágtam. Én is innen szoktam. Így, ez a begye. Ezt itt kihúzzunk. Tényleg egy kis baleset a malac kiszabadul. Ja, hát nézzétek ezt a nagy tojást benne. Figyeljétek, gyerekek. Anyád. Van itt mi? Jó, gyere már. Elesett. Hát persze, mert kergeti a malacot. Ezt kidobom, gyerekek, mi nem szoktuk megenni a... Jaj, szétmen, nem baj. Mi nem szoktuk megenni a... Na! Mi van egy biztonsága? Én hol nyúlok hozzá? Asszal. Majd nehogy neki menjen az a nagy malac! Azok meg nem ennek a... Mit Zoli! Nem ül a senki! Megy innen! Szegi! Csukrál! Csukrál, zaj! Sikerült. Fogjad! Jó van, megoldották. Zoli, nem! Mik a ketti? De ez amúgy a tiéd volt, de mindegy az. Hát nem. Akkor vidd a másikát. Ne, mindegy. Na gyerekek. Na meg vagyunk. Aha, de én ezt itt kiszoktam szedni, ezt is, mert ez nem kell bele nekem. Máj, vagy mi az Isten ez? Ezt a tüdő. Na! Ezek a belsőségek, hogy milyen? Hát azokat szedtem ki. Két, ja, az ózát megpucolom. Azt pedig úgy szoktam, hogy itt megvágom. Két oldal. Jaj, bocsánat, kis kaja. Kifordítod, és ezt a sárga. Le kell szedegetni ezt a hátját? Nem, ez lejön. Csak. Zuza finom, Marika mindig ezt főz. Zuza pörköltet, mert imádja. De nem baj, majd én is megfőzem neki. Én is. Jó, de mondod. Ha látod ezt a videót, csak mondom neked, tesóm, hogy ezt holnap gyerek rumplival megfőzem. Húsa nem vagyunk, kint világ. Nehezen ment be. Milyen kirettel minket? Elkapta Zsolt. Most jó jártak volna a cigányok. Találtak volna egy malacot, mi? Az jó, hogy nem jött ki. Ja. Az besült malac. Na. Gyerekek, menjünk és... Mit kell ezzel még csinálni? Hát a Nem rakták be a a lába, igen, nem kell a lába. Kell jutka a lába? Igen. Tehát ezek a kések... Olyanok, hogy... Mint Viki megcsolti. Tessék, jött ki. Olyan, ha bevisza. Ezt otthon megcsinálom én még magam. Na, sziasztok mindenkinek. Így ezt a 9 tájékán hazaértünk. Na, mit csinálsz még te ezzel a tyúkkal? Én szedem ezt a valami tyúkot. Mert otthon olyan jó kések voltak, hogy az valami fenomenális. Tyúk mellé kell. Mikor készíted a nézőknek a pörköltet belőle? Hát én a holnapi napra gondoltam, már nekem se olyan
jók a hések, vagyis olyan öreg, hogy belejön. Ez mi? Hát, hogy folyik le a víz. Hát, de hogy folyik le, mikor el... Nincs rendesen betélve. A gyerekek, disznó elszabadulások voltak. Hát, most minden ez megtörtént. Ez a mai nap, ez komoly volt. Hatalmas volt. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy megtekintettétek. Ha tetszik a videó, akkor hát tudják, lájkolhatjátok, de meg is oszthatjátok. Azt is nagyon-nagyon szépen köszönjük, ha a videót megosztjátok. Na, a nyakát azt pedig úgy szoktam, hogy lekaszabolom. Így. És ezt... Az a farhát? Ez a farhát, amit én most... Ahol a bárdod? Ez jó élet. Nem kell ide bárd. Na jó van. Farkiék itt vannak. Gyorsan viszem is ki őket. Na jó, köszönöm. Köszönjük el akkor. Ugye. Ó, nézd csak. Hát azt mondtam. Tessék. Ennyi. Itt killódok. Ennyi. Na várjatok, gyerekek. Na. Mert ez killódás volt most, hogy már így itt van a bár, mert nem minden viszi. A lábait meg a belső szerveit adattam a Marinak, mert nekünk nem köl. Na. Régi vidéki lány vagyok, ugye ezt mindenki tudja. Sok... Régi? Igen, és régen nagyon sok csirkét dolgoztunk fel, ugye. A rapukám járt a csirketelepre. Megtörjük, és levágjuk. És nézzétek meg, milyen szép combikája van. Kettőt vettem, meg gondoltam, minek az a sok tyúk. Egy levesnek jó lesz, meg egy pörköltnek. Hát igen, ezt már otthon elkezdtem, csak ugye... Csirke mellé. Csirke. Tyúk. Tyúk mellé. Tényleg ez a tyúk mellé mit lehet csinálni? Hát megfőzöd a pörköltbe. Azt nem lehet kirántani? Tyúk mellett kirántam én neked. Habár nem tudom, hogy mit fogsz vele érni, de kibontam. Kirántam neked. Na gyerekek, ennyi volt ez a vérengzős nap. Tudom, nem szokott ilyen vérengzős videók lenni, de legalább ebbe is beleláttok, hogy egy csirkét hogy tudok egyedül feldolgozni. Nem egy nagy ördöngőség. Úgyhogy... Na jó, már én is viszem ki a kutyikat. Köszönjük. Elköszönök mindenkitől. Hát valószínűleg ez már csak hétfő, ezt látható. Nem megy föl még? Hát még meg kell vágni, milyenek. Szerintem még van egy kis utómunka, úgyhogy... De mindegy, látható lesz. Holnap szerintem... Jó ez lesz. Az hétfő. Jó lesz ez a kaja? Nekem jó. Jó, pörkölj. Na gyerekek, föl is van dolgozva. Megmosom, szépen kimosom. És zacskóba elrakom az egyiket, a másikat pedig a holnapi nap folyamán megfőzöm. Na jól van, puszi mindenkinek, vigyázzatok puszilunk magatokra. Titeket, szeretünk titeket. Kellemes hetet kívánok mindenkinek. Jó munkát, stb. Úgyhogy, na jó van. Sziasztok gyerekek, majd jövünk hozzátok. Sziasztok!